sziasztok! Ez itt Kerberos Buff Booster turnamentet élünk éppen, és nagyon közel kerültem ahhoz, amilyen még nem volt, még hogy offenzen kimaxoljam a dolgokat. Látjátok, hogy ez a defense csapatom bent, ez a 4 nap alatt kettőször volt A, kettőször B, ha minden igaz, védelemben, és a között is mozog. A 50 és 60% közötti teljesítményt nyújt, és ami pedig a támadást illeti, az egyenlőre 22-ből 22, és ez már rettentően izgalmas állapot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt megörökítem, hát összejön a 25-0-ás KO. A hősök eléggé ki vannak maxolva nálam. A következő ellenfél az így néz ki. 4-3 maxos healer, egy Boril mellette, és egy Kadmon. Nem ártana még egy Dispeller igazából. Hát igen, mamát visszahívjuk, szóval nem ártana még egy Dispeller, csak attól tartok, hogy ugye Szonyának nincsen nagy sebzése egyáltalán, ráadásul nincs is nekem talentelve. Ezzel szemben Scarlet az valami böszöme nagyot sebez, 900-as sebzés, és mellé társul plusz 20% a True-ból, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel fogjuk megpróbálni. Nézzük csak. Fantasztikus, jó lenne, hogyha ki tudnám venni, csak hogy nem fogja tudni kivenni. Ezzel feltölt Kirill, akire nagy szükségem van, hogy feltöltsön. És akire még nagy szükségem van, az Rigard, méghozzá nagyon nagy. 20, ugyanis óriási boostot ad ettől a teamtől egy picikét tartottam, itt plusz 60%, plusz 20% a True-ból, az 80, plusz 48, az 128%-os Scarlet. És látjátok, hogy mit művelt. Nem lehet igazából nyomon követni, hogy Boltask, ugye True-ja volt-e, avagy Scarleté, de az egészen bizonyos, hogy óriási oda sebzett Poltesznak, aki nagyon-nagyon-nagyon tankos. Szerencsére Kadmony saját magáról távolítja el, most oda pörkölünk
Ashreknek, és egyetlen egy piros csempe, láttátok ezt? Egyetlen egy piros csempe odapörkölt, az azért kemény volt nagyon. Mondhatni, hogy itt azért egy picit leizzadtam. Ez a taktika nagyon megy buff boosteren, amikor ennyire tankos hősöket behozok. És gyakorlatilag kiéheztetem az ellenfelet, és hogyha nincs olyan hero poolom, akkor ez bizony nagyon könnyen bejöhet, hiszen ki nem tud betölteni, vagy ha nem tud betölteni zöld Kadmon, és az ellenem már rajta van akár három buff, akkor előbb-utóbb teljesen mindegy, hogy nincs offenzív támadója, csak egy, de így is úgy is elcsipeget. Hú! Úgyhogy ez kemény ellenfél volt. 23-nál tartunk. Én általában a raid láda töltéseihez használom ezeket a vineket, de most már mindenképpen le akartam tudni, micsoda. Utolsó előtti ellenfélként, és nem 4100-as team power? Érdekes, érdekes. Oké, akkor visszaállunk a nagy sikernek örvendő kombinációmra, ami így fest. Na nézzük. Kék, piros, sárga. Sárga gyémánt, ez az. Még mellé egy lila gyémánt. Kit vegyünk ki, kivesszük Wilburékat. És feltöltsük Kirillt. És meghal Wilbur. Lelassítsuk M2-est. Megvan. 24! Skacok! 24, nézzük az utolsó ellenfelet. Ciprián van középen. Nézzük csak, Ciprián elsül. Önmagában nem nagy probléma, ha tudjuk. Ha ki tudjuk szedni, mellette ott van Little John, azt hiszem erre pedig
A következő tímmel fogok bemenni. Szivárvány csapat. Ha megvannak a buffok, akkor Mist és Kedmon elég kell, hogy legyen arra, hogy kiszedjük, aki veszélyes. És így én is bármilyen színből feltölthetek. Nézzük csak, lila. Lila, piros, kék. Ciprián mindenképp első, úgyhogy akkor megsorozzuk őt még ezzel a keszkéiddel. Nézzük, így feltölt Kedmon, leveszem róluk, rádobjuk Mistet. Fel kéne, hogy töltsek valamelyik healeremmel, és az boltask lesz. Illetve feltöltünk a Rigarddal is. Na most Lixiv le fogja szívni a manánkat mindenképpen, de középüt vissza tudom tölteni Rigardnak, amivel pedig le tudom majd venni Little John debuffját. Úgyhogy akkor már betöltjük neki Kirillt, hiszen ő is mindenképpen el fog sülni. Most Little John 185%-os sebzéssel, Kirillen rajta a pajzs, ki kell, hogy bírja. Abszolút, ki kell, hogy bírja. Így né. És erről a feléről levesszük a buffokat. Kirillel feltöltünk. Hát jöhetne egy pár kombó. Na, itt most megint az a helyzet, hogyha ellövöm Little John-ra és misszeli, akkor szívás van. Azt az oldalt lecsökkentjük. Ez az.
Ez az. Ez az. Baszki. Jaj, bocsánat. Hú. 25-0. Hát ezt nem hiszem el. Dehogy is, nem elhiszem. Nagyon jó. 25-0. Na, ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt. És ha a védelem is meg tud maradni A szinten, akkor a tökéletes turnament. Hát, basszus, mondjuk az nem ugye rajtam múlik, vagy hát senki nem múlik a defense, mit kap és mit sem. Azt mondja 9-es hely. Nézzük az első helyezett per pillanat. Az azt mondja, cirka 80, vagy 300-zal van több pontja. És A és B között van 250. Akkor lehet, hogy senkinek nem volt meg az A defense végig, mert máskülönben nem jön ki a matek. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. De ez óriási. Oké, stop 10. Hú, és akkor ennek örömére mondanék egy pár szót a hősökről, amik láthatjátok, hogy enyhén szólva is nagyon praktikusnak, hasznosnak bizonyultak. Szóval a hősök, amikkel megyek a 4 csillagos turnamenten, az mindenképpen a Kirill kosztüm, Kirill kosztüm Rigárd és kosztümös Boltászk kombó az óriási. Amellett, hogy Healernek Rigárd annyira erős kosztümben, hogy őt rendszeresen viszik, van, aki még 5-öt is fel talentel belőle, fel 20 és fel talentel adott pontig, annyira nagyon erős. Szóval ő az abszolút must, mint top prioritás, de Kirill Boltászk is, hogy a szín megkötéshez mérten, ha ott van, az rendkívül jó. Miss nagyon-nagyon erős karakter, és az újabban személyes, egyik személyes kedvencem lett Al Moore. Mellette Cadmont is talentelek, és azért talentelem őt, hogy legyen egy 4 csillagos maxoson kosztümben, ráadásul, aki el tudja távolítani a buffokat. Szóval, hogy velük toltam végig ezt a turnamentet, ez az Cadmont, Al Moore, Mist, Scarlett-et behoztam itt-ott, és őre még ugye várjuk a kosztümöt, és már alapból 8.95 Bösszmen nagy sebzéssel rendelkezik. Ez rögtön 4 karakter. Wilburt igazából én nem használtam, és valószínűleg Wilburról el is fogom menni a talenteket, de erről majd később. Szóval Scarlett, Cadmont, Al Moore, Mist és kosztümös talentelt Boltász, Rigárd és Kirja. Őrületesen erősek ezek a karakterek Buff Boosteren. Nyilván Bloody Battle-n a healerős karakterek kiesnek, és Rush Tournamenten megint csak más karakterek élveznek prioritást, de ezeknél a Buff Boostereknél, amik mostantól hivatalosan is a 4 csillagos kedvenc turnamentemmé váltak, ahol globál 9-es helyet sikerült elérni. Hát ezek a hősök ide nagyon-nagyon-nagyon jók. Erről tolunk is egy screenshotot, vagy már toltam. És az eventről egy fél pillantást vessünk. Végülis tegnap úgy döntöttem, hogy nekifutok a Rare Top 1000-nek is. Ez valószínűleg elég kell, hogy legyen. Epic az pedig, hogy hozza a kötelezőt. Ha valakit érdekel a táblázat, akkor most egy pár másodpercet elpihenek
elsőtől 10-11-es pályáig Réren, és 12-től 15-ig Réren. Ezeken még bőven lehetne mit javítani, csak már kifogytam igazából közepes monopotiból. És még egy tipp. Ez a csapat, amivel ezt nézzétek, milyen pontokat, 38 ezres második pálya, 35 ezres első, 35 és feles, ezen is még lehetne bőven javítani, hogyha jön egy ládikó. Vannak talentelt háromcsillagos hőseitek, akkor egy óriási erős technika, taktika a következő. Ha látjátok, hogy van elég piros a pályán, akkor egy ilyen szudrit elég 4 kis potival feltölteni, vagy egy közepes 2 kicsivel, ellövitek őt, és az egész hullám meghal. Ugyanezt meg lehet csinálni a második hullámnál, gyakorlatilag 15 másodperc alatt ott vattok a harmadik pályán. Itt amire ügyelni kell az, hogy azért kombótok is legyen. Kombó nélkül nem ér sokat a történet, de hogyha úgy ügyeskeditek, hogy az első pályát szudrival letoljátok, a másodikban pedig látjátok, hogy fogtok legalább 2-3-szoros kombót ellőni, és azt ellövitek, akkor még mindig óriási gyorsasággal ott vattok a harmadik pályán, és már kombótok is van. Szóval ezeket az első pályákat, sőt nem csak hogy az első pályákat, de tegnap kipróbáltam, ez a csapat tulajdonképpen tökéletes, a 8. pályáig simán lehet vele tolni. A tökéletes alatt pedig azt értem, hogy legyen 3-4 sniperetek különböző színekből, szudrival az élen, hihetetlen mit leművel ez a kis törpe manó. Epiket nem kell mondanom, ott Boltesk helyét felvette nálam Shade Reeve. Logikus, vagy hát egyértelmű okok miatt, szóval Boltászra alapvetően, hogyha ilyen top 500-ra mentek, akkor Boltászra nincs szükség, ott egy jobb táblára van szükség, arra van szükség, hogy Wilburral megosszátok az ellenfélnek a sebzését, és lekaszáljátok az ellenfelet. Boltászkal is gyönyörű szép eredményeket lehet elérni, azonban ez a kis karakter itt, akit a Valhallából tudtok megszerezni, az utolsó pályákon, ahol 3 ellenféllel kell szembenézni, és hogyha megvan az a gyémánt, akkor ég és a föld, szóval milliószor nagyobb sebzést csinál, mint Boltászk. Az egész csapat már mint szintjén profitál belőle. A Legendary-t az pedig csak letalom szépen nyugdíjas módon. Hú, úgyhogy azt hiszem elég sikeres volt ez a turnament, és alapvetően meg lesz a 2-4 csillagos felemelkedés tárgy. Most már csak tomra lenne nagy szükség, ugyanis a 6-7 Damaszkusz mellett a tomjaim száma 0, és így itt pihenget Skadi, és pihenget. Hát, hogyha tudom, hogy jön Skadi vagy egy kék, akkor nyilván nem húzom fel Rafaellót, és nem lenne per pillanat ez a problém. Hát de csak dobja hamarosan. Nagyon szép napot, hétvégét kívánok nektek, szorítsatok kérlek, a hétvégén vizsga, szombat, vasárnap, úgyhogy már egy picit füstöl a fülem meg az agyom a sok olvasástól, tanulástól. Úgyhogy ez most mondjuk úgy, hogy lelkivilágomnak jót tett. Sok sikert az eventhez, a turnamenthez, találkozunk hamarosan, sziasztok!